Jó estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. A mögöttem látható romos épületet hamarosan elbontják, és a helyére költözik a Vadmadár Kórház. Emellett egy közösségi teret is kialakítanak. Ez lesz a Sóstó rehabilitáció utolsó állomása, amelyet a közeljövőben elkezdenek, és a kivitelezőnek 12 hónap áll rendelkezésére, hogy ezt elvégezze. A következő percekben erről lesz szó. Már a tanösvény már elkészült, sőt a stadion is megújult, nem fejeződött be a munka Sóstón. Utolsó üteméhez érkezik a Sóstó rehabilitációja elnevezésű program, melyet teljesen megújul a terület. Talán a elmúlt évtizedeket, de még talán a következő évtizedeket tekintve is az egyik legjelentősebb beruházás és fejlesztés, hiszen a jelentőségét a környezetvédelmi hatása jelenti, és az, hogy egyébként egy nagy ipari környezet mellett, de ez is segít tehermentesíteni az ipar adott esetben káros kibocsátását, mellett egy csodálatos kiránduló és közösségi helyet is jelent, és mindez Székesfehérváron belül, hiszen egyébként a régiek nem véletlenül nevezték el a hosszú sétatérnek azt a helyet, ahol ki lehet jönni a Sóstóba, hiszen valóban egy sétával is akár ki lehet ide érkezni, vagy akár ide elhelyezvén az autót, egy nagyot lehet a belső területen sétálni, egy csodálatos természeti környezetben, amely természeti környezet bizony a pusztulás szélén volt már, hiszen a tavak egyike szinte teljesen kiszáradt, és a másiknak sem volt megoldva a vízpótlása. Ezt ennek a rehabilitációnak a keretében sikerült megoldani. Persze az időjárás például most egyébként most is esik a hó, segít ebben, de összességével is biztosított azt gondolom az, hogy ez a környezet szépen itt legyen a következő évtizedekben, évszázadokban is, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó közösségi tér, és egy nagyon jó környezetvédelmi beruházás egyaránt, aminek valóban most az utolsó eleméhez érkeztünk, hiszen a Vadmadár Kórház tekintetében is néhány napon belül megkezdődik a munkaterület átadásával a munka, körülbelül egy év alatt el fog készülni, és azt hiszem, hogy ez is különlegessége lesz a Sóstónak. Természetesen köszönhetően annak, hogy szép hagyományokkal is rendelkezünk már ezen a területen, Berkényi doktor úréknak és csapatának ez mindenképpen köszönhet, hiszen ők építették ki ennek az előzményeit, és ők lesznek azok is, akik szakmai partnerünk a tervezés, a kivitelezés és utána a működtetés tekintetében is. A város miért fordít ekkora hangsúlyt a környezetvédelmi beruházásokra? Azt gondolom, hogy beszélünk sokat a klímavédelem fontosságáról, és persze az is fontos, hogy felhívjuk erre a figyelmet, de azért a tettek beszélnek ebben a tekintetben is, és azt hiszem, hogy az életminőséghez leginkább a következő évtizedekben, évszázadokban az fog hozzátartozni, hogy milyen környezetben tölthetjük el az életünket, milyen környezetben tudhatjuk a családunkat, hol nevelhetjük fel a gyermekeinket, és azt hiszem, hogy Fehérvár tekintetben is különlegesen jó helyen van, itt a Sóstó, adott esetben itt van közel a Velencei tó, itt van közel a Balaton, ezek azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szép környezeti keretet is biztosítanak, de egyben a klímavédelemhez is hozzájárulnak. Ugye Székesfehérvár a megyeugú városok részeként közösen a többi nagyvárossal csatlakozott az Under Two kezdeményezéshez. Ez egy olyan világ kezdeményezés, egyébként kevés európai város csatlakozott még sajnos ehhez, amely kifejezetten környezettudatosan olyan kötelezettségeket is jelent, amik a széndioxid kibocsátás csökkentését jelentik, és más környezeti célok megvalósítását, és ehhez nekünk egyébként, hiszen ez kötelezettségeket ró majd a következő évtizedben Székesfehérvárra is, ezen kötelezettségek teljesítésében is segítséget nyújt, és jelent majd nekünk például ez a nagy környezetvédelmi és természetvédelmi beruházás, nem elfelejtve, hogy 218 hektár természetvédelmi környezetrehabilitációjáról van szó, ami egyébként teljes egészében állami forrásból valósul meg, viszont az üzemeltetés feladata az önkormányzatot terheli, amit a városgondnokságon keresztül látunk el. A sóstói tanösvény bejárata mellett jelenleg ez a romos épület áll, de már nem sokáig, ugyanis hamarosan ezek az épületek kerülnek a helyére. Az egyikben a Vadmadár Kórház kap helyet, a másik közösségi térként funkcionál majd. Lesz itt látványműtő, röpdék is helyet kapnak, de játszótér, bemutató terem is segíti majd az ismerkedést a szárnyasokkal. A közösségi tér pedig helyet adhat különféle mozgásformáknak, a környéken működő egyesületeknek, kluboknak is. A keleti kapu bejárata mellett van még egy terület, amely rehabilitációra, felújításra várt, és ide terveztük már régóta, hogy Berkényi Tamás állatorvos és csapatának egy olyan méltó helyet tudjunk biztosítani, ahol tudják végezni
magas színvonalon azt a munkát, amelyet több évtizede végeznek a vadmadár mentés keretében. Eddig nem volt olyan méltó hely, ahol ezt tudták volna végezni, de ennek a beruházásnak keretében erre lesz lehetőség, hiszen itt a keleti kapu mellett két épületet fogunk majd megépíteni. Egyrészt lesz majd maga a vadmadár kórház, ahol lesz lehetősége az ide érkező csoportoknak, óvodásoknak, iskolásoknak, nyugdíjasoknak és bármilyen csoportnak, családoknak betekintést nyerni a munkájukba, hiszen az öt műtőből három egyébként egy üvegfalon keresztül majd látható is lesz, hogy hogyan végzik a munkájukat. Emellett különböző kórtermeket alakítunk ki, a gyógyításhoz szükséges egyéb helységet, lesz egy 30 fős terem, ahol az ide érkező csoportoknak tudnak majd előadásokat tartani a végzett munkájukról. És hát természetesen ugye itt kétféle állatmentésről beszélünk. Egyrészt vannak azok a madarak, állatok, amelyeket vissza lehet később gyógyulás után engedni a természetbe. Másrészt pedig vannak olyanok, akiket sajnos már nem lehet, hiszen olyan sérülésük van, hogy életük végéig otthont biztosít majd számukra ez az új létesítmény. Éppen ezért különböző röpdéket alakítunk majd kézépület mögött. Körülbelül 80 madár elhelyezésére lesz majd itt lehetőség. Lesz egyébként egy kacsaúsztató, ahol azok a madarak fognak majd élni, azok a vízimadarak, akik egyébként már nem tudnak visszamenni a természetbe. Úgyhogy nagyon látványos lehetőség lesz majd ez az épület. A másik épület rész pedig azt gondolom, hogy valóban egy régi igényt szeretnénk kielégíteni azzal, hogy Alsóváros, Sóst, Őrhalmi, Szőlők számára egy új közösségi épület legyen, hiszen már korábban is szerettünk volna egy ilyen lehetőséget biztosítani, itt pedig megvan a mód erre. Egy 200 négyzetméteres épület lesz majd, ami ketté osztható. Különböző raktár, vizes blokk és minden, ami szükséges majd hozzá. Itt szeretnénk természetesen az itt működő egyesületeknek, csoportoknak biztosítani lehetőséget programjaik megvalósítására, és hát természetesen szeretnénk olyan nagy programokat is, amik az egész városrész minden lakói számára szórakozást tud majd nyújtani. Emellett a környező területet is úgy alakítjuk ki, hogy a közösségi tér jelleget tudja erősíteni. Itt a korábbi játszóteret szeretnénk megújítani, felújítani, bővíteni, egy komoly játszóteret fogunk majd építeni. Lesz egy olyan tisztás rész, ahol mobil színpad elhelyezésére is lesz majd lehetőség különböző rendezvények megtartására. És hát gyakorlatilag az egész környezet megváltozik, hiszen maga a terület az nem csak a jelenlegi kerítésig húzódik, hanem kiegészen a Sárkeresztúri útig, úgyhogy telken belül még 17 parkolót fogunk majd kialakítani, plusz kerékpár tárolókat építünk majd. Ugye abban az épület, amelyben most is vagyunk, ez elbontásra kerül majd, ez a korábbi faház, ennek az igazán a funkcióját nem találtuk meg az elmúlt években, sajnos rongálás áldozata lett, illetve sikerült a vállalkozóval megállapodnunk a vadibolya, a korábbi vadibolya étterem megszüntetéséről és elbontásáról, családi okokra hivatkozva nem folytatják azt a tevékenységet. Azt gondolom, hogy gyorsan meg tudtunk állapodni annak az épületnek a megvásárlásáról, az is elbontásra kerül majd, hiszen természetesen egy zöldövezeti területről van szó, nagyon komoly előírásokkal, amelyek akár a zöld felületre, akár a beépítésre lehetnek. Ugye nagy a terület, de mindössze 2%-nyi a beépítési lehetőség, 85% az a zöld felületnek kell lenni, ezt mind fogjuk tartani jövőben, és hát nagyon bízunk benne, hogy 12 hónap múlva, hiszen ennyi idő áll rendelkezésére a kivitelezőnek, úgyhogy reméljük, hogy 2020 januárjában egy nagyon szép új létesítménnyel bővül Székesfehérvár és ez a városrész. Ezért kicsit bízom benne, hogy akár már idén karácsonykor az itt élőknek is tudunk már programokat biztosítani. Egy tulajdonképpen mekkora területről van szó, és mekkora összegből valósul meg ez a beruházás? Ugye ez egy 25 ezer négyzetméteres terület, amelyen megvalósul ez a fejlesztés. A két épület összesen egy 500 négyzetméteres lesz majd, de maga a zöld környezete nyilván egy gyors fejszámolással 85% az egy több mint 21 ezer négyzetméternyi zöld felett újul majd meg a területen. Természetesen parkosítással, fák, bokrok, cserjék ültetésével lesz majd. Bruttó 441 millió forint az tartalék kerettel együtt,
amelyet erre a fejlesztésre szánunk. Nagy örömünkre ez valamennyi része a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációs programnak a része, tehát állami forrásból fog majd megvalósulni. Továbbra is tudjuk azt mondani, hogy ez a nagyszabású fejlesztés, amely most már lassan a 20 milliárdot is meghaladja itt a területen, abban egy forint önkormányzati forrás sincsen, mindent a kormány támogatásából, állami forrásból tudunk megvalósítani. A beruházás pedig új munkahelyeket is teremt a városban, emellett a városrészben pótolja a közösségi tér hiányát. Ahol az emberek összejöhetnek, programokat, rendezvényeket szervezhetnek, és azt hiszem, hogy jól el fog itt férni egymás mellett ez a gyakorlatilag két épület. Az egyik oldalon Vadmadár kórház, ami részben látogatható lesz, a másik oldalon pedig az új közösségi tere Alsóvárosnak. Azt tapasztaljuk, akár mondjuk Kisfaludon, akár adott esetben most Fekete-hegy Szárazréten az új közösségi térben, ahol ilyet létre tudunk hozni, ott a környéken élők ezt előszeretettel használják, jönnek össze, és ezzel mindegy tudjuk erősíteni a közösséget, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy így fog ez történni az Alsóvárosban is. Az elbontott épületeket a Városgondnokság újra hasznosítja. A tervezés során át lett vizsgálva az épület, hogy egyáltalán mi hasznosítható, vagy egyáltalán felújítható-e maga az épület, de sajnos a szerkezeté és a formája nem teszi lehetővé a céloknak a kiteljesítését itt. Az a helyzet, hogy viszont átnéztük az épületet teljes mértékben szerkezetileg, és úgy találtuk, hogy mind a tetőszerkezet, mint a belső szerkezet teljes mértékben felhasználható. Ezt a Városgondnokság egyik telephelyén az asztalos műhely fogja felhasználni. Itt létre fogunk hozni ezekből az anyagokból egy ilyen fedett szint, ahol tudjuk tárolni a szükséges asztalos anyagokat, vagy bármit, amit a városban ugye fel tudunk használni a későbbiekben is. A másik épületet is fel fogja használni a Városgondnokság? A vadibolya az igazából nem igazán felhasználható. Itt úgy tudom, hogy a kivitelező az szelektíven fogja gyűjteni és szétválasztani azokat az anyagokat, amiket a megfelelő lerakóba fogja elhelyezni. Nyilvánvalóan ott is vannak olyan anyagok, amit adott esetben meg tudunk menteni, de én azt gondolom, hogy legfőképpen erre az épületre összpontosítunk. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!